Na hát akkor 2-1 az állás egyelőre Kumbiavára, és jobb felül van a Terran, bal oldalt látjuk a Zerget. Mi fog ebből kijönni vajon? Sárga zöld ellen. Nem, na megvette a jó. Azt hittem nem vesz drónt. Pillanatra. De ez a pályán működne, nem? Ez is. A five pool is, hogyha ügyesen... Attól függ a Terran, hogy építkezik. Ja. Tehát ha a Terran az szépen körbeveszi magát épületekkel, akkor 5 pool az nem sokat ér. Ja. Jó mondjuk, és Kumbi ráadásul elég jól szokott, elég szorosan szokott építkezni amúgy, úgyhogy... Hát igen, ez eddig meccseken végig azt csinálta, tehát... De most lefelé indult egy CV. Vagy csak ez egy korai scout? Nem. Csak nem tudom mit nézett. Ja hát, ja, ott falaz. Ez... Ja hát itt is igen, ugye itt is ugye kisebb, nagyon szűk a bejáró ezért a mainbe. Viszont elég tág a naturalbe. Szerintem itt a supply mellett hatalmas lyuk van. Ja bal oldalt? Aha. Nine overpool van monster tractok. Miért nem csinálja ezt a tenhatchet? Ez... Bár... Jó, most mondom, hogy miért nem csinálja a tenhatchet, de hogyha Kumbi meg egy base buildre megy, akkor annak mindjárt nincsen sok értelme. Ja. Yeah. No hát a dipó mellett hatalmas lyuk van, a dipó és a barak között nincsen, nem tudom, hogy a barak alatt van-e, viszont szerintem kispawnol a marin. Tehát hogyha az overpool első 6 overpoolos lingjét, az overlordja rossz helyre ment, tehát nem látja a naturalt sem. Ja. Yeah. Így nem tudom, hogy tudja megfelelő helyre küldeni a hatlinget, de alapvetően szerintem, hogyha itt az overpool-ra talán tud némi kárt okozni, mert egyszerűen elfut balra a dipó mellett. Ja. Marinok, tehát egy marin mondjuk lesz a fal mögött, egy a fal előtt, mikor odaér, tehát ami ilyesmi. Megvett 4 linget, nem veszi meg a 6-at, és kicsit késett a hatchery, tehát hogy igazából ez így a pont, lehet azt csinálni, hogy gyorsan megvesz a 6 linget, és utána összed a hatchery-t, vagy megveszed a hatchery-t, és utána a kettesére a linket. Mm. De ez most pont a egyiket se csinálta, és így ez nem volt optimális. Barakat át tud futni a marin is, tehát bal oldalt és föl is nagyjuk. Viszont megint gázt láttunk. Az elk nem tud semmit. Ja. Újabb 2 portrait? A Terran SCV-je meghalt a második 4 linknek. Egyébként én is meglepődtem volna az ő helyébe, hogy van még 4 link overpoolból. Ja. Yeah. Hát nem tudom, hogy 2 portrait, de mindenképpen factory. Tehát most... És yeah. el vannak állva a lyukak. Éppen, de... 8 Zerglinggel még azt meg lehet támadni. A baloldali SCV-t le lehet snipe-olni, és utána elkezdeni befutni. Tehát itt lehet mit kezdeni lingekkel. Egész addig még el nem készül ugye a Vulture. Ajj, hova megy ez az SCV? Scoutolni szeretne, látja a lingeket és... És a lingek le vannak holdolva. Na! Ajj! Nem vették észre. Hát... Jó, hát ez elment, igen. Lair készül. És 2 Factory. Tehát akkor szerintem... Jó, most már ott van 4 Marine és 2 SCV. Hát, nem tudom, necces lenne 10 Zerglinggel beütni, most 9 megy oda. És visszavonul. Na mi lesz? Ez ja. A legrosszabb váltás, ott futok, hogy hadd lőjenek a marinok, és közben nem csinálok semmit. Ja. Hát egyelőre csak egy link halt oda, de... És... Kiment az X. Supply Book One Monster Trap-nál. 3 lárva pihen, SCV elkezdte jegeszteni a drónokat, jó, gyorsan észrevette. Na hát most egy mass Vulture-t lesz, úgy nézem. De ezt ugye Dark Storm még mindig nem tudja, mert overall yeah. az nem ment elég messze. Tehát, igen. De mondjuk azt látja, hogy nincs access. Tehát, de már rég le kell tenni Hydrodent, vagy... Tehát most már kín van 2 Vulture, tehát már Colonial is nem kéne lennie. Tehát most igazából... Óvatosan yeah. játszik a kombi, de kimehetne a Vulture és megölhetné az összes drone, az égvilágon semmi nem tud ellene védekezni. Yeah. Fire-t vesz meg, de hát 0 drónnal nehéz mutát venni.
Hát igen, és most jött el a pillanatom a szetráknak, hogy jaj, ez kellemetlen, most nem tudok mit csinálni. Nincs egy speed az elgényeken, mert ami még de. A válcsorok lassúak és az elgényeken van speed, addig még lehet harcolni. Mi az, azért valahogy most... a válcsor az countereli azért a lingeket sajnos. Hát igen, de ha azt mondom, hogy sok zergling van, és van link speed, akkor még az jó. De ja. Hát ezek a kolonik el fognak késni, és a válcsor szépen elmegy mellette és kész. Ja. Ugye kettő van a natural ellen, nincs egy a mainen se. Elég egy. A válcsor ellen elég egy, csak az készüljön el. Ja, hát ha nem készül el, akkor... És most meghalt. És most meghalt az összes drón. Kivéve, ha... Nem, meghalt az összes drón. Hova? Nem lesz akna, nincs ilyen terren a tovább upgrade. Hát ez megint K.O. helyzet sajnos. Ja. Jönnek a marinék is. Most a néhány marinyát a két szánkára, nem tudom miért. Ez nem volt jó döntés sajnos, az kevés ez. Még a közben, tehát még azt csinálja, hogy a marinokkal elvonja a szánkának figyelmét, és közben leüli az összes drónt, aznak még egyen jobb lett volna. Ja. Ez a drón az nem countereli a Vulture egyáltalán, az kiderült. Mi? A drón nehezen countereli a Vulture-t. Hát... Igen. 10 körbe vesznek egyet, akkor esetleg jó. De hát most... Jó, hát most... Nem mond... Tehát... Azért nem játszotta vissza magát a kumbiegára, mert nagyon sok dolgozó van a Dászlónak pedig nincs. Viszont... Hát nem tudom, ez a... Ha lenne link speed és mondjuk egy 10 zergling támadna, akkor most lehetne bántani. Ugye meghalt teljesen, fölöslegesen odahalt a teljes serege kumbinak. De hát most valószínű, hogy arra számít, és azért indult meg a lingekkel. Csak az a baj, hogy ezek a Vulture-ek azért micro-zó vannak eléggé. Egyébként nincsen légvédelem, amit erre nem meghalt az összes izé, tehát hogy... És kész a Spire, tehát... Mutákat. Most kezdi venni a mutákat, de hát ugye nincs pénze. A harmadik bázisra bányázhatna. De nincs terrán a légvédelem, és nem is készül légvédelem. Tehát tank készül, pedig látta a Spire-t. És nincsen marin. Tehát semmi légvédelem nincsen a terránnál. Zerg meg nem bányáztam gáz. Jó, hát... Szóval itt ezek kiegyenlítődtek a dolgok igazából. Egyenlés szintjén. Tehát látja a Spire-t. Nincs semmi légvédelem, és odahasztja az összes marinját. Szerintem ez egy veszélyes, tehát most nagyon sok kárt tudna okozni ez a pármuta. Dolgozókat tessék, rárohanni. Érdemes elindulni a hárommal? Vulture-t hajkurászni semmiképpen. Hát nem tudja, hogy mi van a terra. Hát alapvetően én azt gondolom, hogy még gyűjteni kéne. Ja, én azt gondolom, igen. Hogy van légvédelem. De nincs légvédelem, tehát... De. És most készül az most kezd készülni az armory, tehát hamarosan három factory fog góliátokat venni, addig viszont semmi légvédelem, addig annyi eszét, amennyi eszét meg tud ölni addig, de hát nem is támad be. Menjünk. Gyerünk, Jani, és itt, akkor itt a lehetőség. Most van, hogy nincs itt lófasz se. Így van. Annyi, amennyi eszét most meg tud ölni, mielőtt elkezdődnek. Egyébként az armory építő eszévét le lehetne szedni. De. Csak még muta. Megölni azt most szedje le. Szép! Beszedi az armory. És a kérdés az, hogy Kumbi most elfelejti-e, nem felejti el azért. Nem, tudja, hogy az a legfontosabb épület most ezen a ponton, és el is fog készülni. Kérdés, mennyi SCV hal meg ez alatt. Targetelni kéne az SCV-ket. Mindjárt készül a... fóliád. Populáció előben Monster Truck-nál. Az igen, csak... bejött. Csak minerálja van, annyi minerálja van Kumbinak, mint a rosszok. Lesz még egy pár SCV-t, akkor már igazából masszútából meg tudja ezt nyerni, bár ugye elkészült az eBay. Nem is látom, hol? Bal fő volt az eBay. De az már volt is, ugye, tehát most már törletek készülnek. A faktori lehet leparkolni, hogy, és az egyet, hát mondjuk hármasra jönnek ki a góliátok, és négy muta van, az kevés. Na azt az egy, azt az SCV-t, azt le kéne szedni, mielőtt fölépül az a törlet, jó van. Jó, hát kevés a muta most az a baj. Most kijött a góliát, ez most már sok. Futni kell. Igen. Ha ott lenne az öt góliát, akkor most, vagy az öt muta, ami otthon volt,
akkor most ez a három Goliathet meg tudta volna ölni, és ugyanott tud maradni és tovább bántani Factory-t. Kíváncsi, hogy visszamegye. Mert nem készülnek ugye a további törretek. Ja. Most 8 futával neki lehet menni a három Goliathnak. Na. És tudja, hogy hármasával jönnek a Goliathok, de el fog késni. És megy a meccsül erre, ahol tele van törret, tehát ez itt már nem jó. Bár a... Elég szédel vannak ezek jó, a törre. Jó, és most micro-zik én a mutákat, hogy leszed az SCG-t, amikor nincs ott a Goliath. Szép. Elfut, és most a BMW-be. Így van. Szép, szépen csinálja. Közben még veszi utánpótlás mutát, és öli az SCG-ket, akkor ezt a meccset nyerhetik. Meg a második gát kéne. Most el kell szaladni. És vissza a natural-be. Még nincs törre. Így van, ennyi. Még egy-két SCV-t oda használni. Nagyon kevés SCV van a kombinak, tehát most elkezdené bányászni a gázt, három gázban, nem tudom, van elég drónja. Hét a natural, hát végül a harmadikban bányászza a gázt, tehát két helyen bányászik gázt. Igen, csak azon gondolkodok, hogyha lenne mondjuk egy 18 na, drónja. Egyedül van ez a Goliath, he. Meg lehet, azt lehetne bántani, igen. Jó, kicsit följebb és ölni az SCV-ket. Eljönnek Goliathok át a mainbe. Még nincs is a dolgozó most már. Át a main, és visszafele megy a Goliathok, akár vissza is lehet a fordulni egyébként meccsürelvét. Júj! Júj, ez így nem jó, ez így nem jó. Ajjajajajaj. Nincs akkor a kritikus tömeg, ez mindig harasz ment. És ki megvan a Goliath range, itt mindig harasz ment egység óta. Most igazából... Van 1000 minerálja, tehát, és 600 gáza, tehát hatalmas sereg lehetne. Viszont lassan kezd kritikus tömeg lenni Goliathból. Szerencsére van két szánkerni szembe, és a harmadik bázisról nem tud még a terren. És tette le a Hydrodent, tette le még... Igen, tehát most annyi pénze van Darkstormnak, hogy... Szépen lehet, jó fel lehet itt makrózni, de bántani kéne közben. Ahol nincsenek Goliathok, ott bántani kéne. Csak ugye nyilván ez nagyon sok micro. Igen. Hát mind a ketten 120 körüli APM-mel tolják, sőt most Darkson magasabb APM-en van. És kiteszi a negyedik igen. Bázist is. Bennik, ez sok, lehetett egy csomó hatchery-t, jó, vesz belőle egy kör drónt. Igen, az, hogy elvette az összes drónját hatchery-re. Tehát most kell venni drónokat. Ja. Az most, hát... Jó, kifele megy a terrán, és ilyenkor jó, és most vissza, elfutni. Most elfutni. Tehát ez most egy elég ijesztő terrán sereg most ebben a pillanatban. Tehát most az a baj, hogy most túl sok hatcherit vett. Tehát letett 3 plusz hatcherit, nincs elég dolgozója. Júj! És sok a törret, most a terrán kimegy, és megpusol, és megöli szembe igazából. Ha csak nem vett még egy csomó mutát, de hát most a mutá éppen sebesülést szereznek otthon, ahelyett, hogy erősebb sereg lenne. Hol van a két tank? Á, fölül, megtaláltam. Ja, külön na, mennek. Két tank és 12 góliát pussol, ez most meg tudja ölni, ami ott van. Tehát most megvenné ezt a 9 mutát, amire van pénze, és szépen mindent hazavinne, akkor le tudná szedni a góliátokat talán. Mhm. Uh-huh. De úgy látszik, nem készülnek a muták. Hidrák készülnek. Csak van két tank. Ja. Jaj, hát ez egy hatalmas lehetőség volt. Most supply block van. Most megpróbál mutával védekezni, de nagyon sok a góliát. Itt sajnos meg fog halni az ezek a rakéták. Pedig volt keresni valója, de ez most már rossz pozíció. Hát, de most már góliát is. És egy tank se hal meg. Ezeknek teljes serege ott van. Na, egy tank, még egyet lőd le. Na, jó, itt nincs tank. Na. Így most időt nyert egy kicsit. Jön. Ja nem, most 3 góliát jön. Azt mondanám egyébként, hogy a 2 klónit ennyi góliát le tudja szedni. Na, vedd a mutát. Vagy lesz hát lurker. Hidrát is vedd, az jó. Csak a hidrán szerintem nincsen upgrade. Lurker? Az teljesen fölösleges, de igazából... Tehát nagyon rossz a meghellen, de nincsen komszat. Tehát... Így meg fog állítani a terrán sereget, mert nincsen detektálás, és se Starport, se semmi, tehát
Az egy lurker, az most aranyat érhet, de hát... És nem veszik Umbia a tankokat a közben. Hát... Azért ezzel van egy pár hídra. Igen, ezzel most az... Hát... Ha lenne rajta range és speed, de egyik sincs rajtuk szerintem, tehát így... Ha lenne rajtuk range és speed, akkor lehetne valamit csinálni, de... Én még gyűjteném a sereget, amíg... Csak hát kár volt odahalasztani a mutákat, ugye? Ja. Jó, de hát az tankot meg kellett állítani valahogy. Nem volt mese. Hát igen. Igen, csak... Tehát, hogyha egy stackeli a mutákat és egy overlord, akkor lehetett volna úgy lőni a tankokat, hogy sokkal kevesebb sérülést szed be. De az ugye megint nehéz. Nehéz már jó. Ja, egy darab tank érkezik. Na most kifut, a lurker életbe tartja, akkor utána muszá vissza húznia. Kinyitettek rá, ugye? Most döbben rá, talán. Akadémia van mondjuk. Tehát... Jó, másik lurker is lement. Most nincs detektálás. És nem készül a konzatot még. Na és most szerintem hazamegy a terrán és megvesz két konzatot. Azt gyanítom. Ja. Igen. Egy. Na a másik is meg lesz véve? Egy. Még eddig egy. Hát... Hidrákat vesz csak. Hidra Ling. A Ling az... A Lingre vesz valami fejlesztést. Nagyon megy ellen. Sajnos a Ling az... És kitelepülnek és békés egymás mellett érés lesz a 34. bázisoknál. Kitelepül a kombi is. Ja. Az a konzert az... Hát nem, jó, mondjuk szerintem a törredek mellett elfélnek az egységek, de amúgy itt szép kis közlekedési. Jó, Lurker Linggel próbál védekezni Tangúliát ellen, tehát az... Hát, az eléggé counter-öl is sajnos. Hidra muta kell itt. Ó, hát hogyha azt a nagy bank... Jaj, és megvan minden. Kifutok, megpróbál támadni, de... Ez meg fog halni minden. Na, most azt látjuk, hogy miért jó... Miért rossz a Góriát ellen a Link? Ja. Ha nincsen nagyon-nagyon sok Link. Hát... Hát ezek a... Ja, 12-t az sebez. Mikor kritikus tömeg hiányzott volna a mutákból és volt 900-900 pénze, ja. Az muta lett volna, akkor ezt a meccset nyerte volna. Sajnos. De most is van sok pénze, nem a megfelelő egységet veszi. Látszik, hogy nem... Tehát nem... Tudja pontosan, hogy meg kell, hogyan kell játszani, ugye ezt már a supportos meccsen is látszik. Ja. Tehát ameddig van lurker és nincsen komszatja Terrannak, addig tudja magát tartani, de igazából... Egy komszatja még lesz hamar Terrannak, most még pont nincsen. És nincs lurker, tehát... De most, ja. Ez itt most, ez... Rövid úton GG lesz, úgy érzem. Most kezdél venni a hive-ot. Júj! Hát, most venne 15 mutát, elkötni az összes gázat mutára, valahogy azt szerezni minerált. Akkor ezt a támadást a gépen meg tudja állítani, de most már szerintem túl nagy volt a gazdasági. Hát viszont a harmadik bázisán letett, vagy mit, hány lurkert? 5 lurker, meg 3 hidra. De nem lurker kell itt, az a baj. Ja. Nem a lurker megkülönösségek, azt mondom, lenne 15 mutája. Megölni ezt a 7 búliát, nagy részük sebzett, tankok utána ingyen vannak. Próbál ellen támadni, viszont terránál nincsen otthon semmi. Na, ez érdekes lesz. Igen, tehát erre gondoltam, hogy a... Defile Emeraldot letette, csak nem lesz, nincsen Hydra-denje. Hydra-den meg a Spire-t le kell tenni a másikokra. Van egyediken, van Hydra-den. No, ha... De most meg fogja lepni szerintem ez a sereg, azt tudja a terrán, hogy van harmadik bád is. Így van, na, tehát most, és most, akkor most letenni. Egy konzat mindjárt le fog menni, ugye? Ja. Másikban 70 energia. Na most meglepődött a terrán, hogy most mi történt. Ez nem jó ez a meccs. Ez jó. Ez valószínű a terrannak ilyenkor ez a honnan a rossz ebből jöttek ezek a lurkerek. Igen. Na most kell ügyesen kezelni azt a hidő lurkert. Ott van két tankon, az bántani kéne. És oda is tud menni, bőven rámegy. Legölni azt a két tankot, ráporkolni a Factory-re. Ja, azt akkor az annyi. Nem tud több. Hát és mondjuk hazamegy a Terran sereg, akkor ez még mondjuk tud csinálni valamit. Na! Gyerünk! A dolgozók, az se rossz.
lesz vele lenni. Jó, hát az a baj, közben nincsen utánpótlás, van 1800-2500 pénz, ja. És semmi utánpótlás. És most hazamegy a sereg. Viszont meg liftelik a faktorikat. És... Jajjaj. Na most megtalálná ezt a harmadik bázis, és egy minimális serege oda menne. Akkor Terran ugye nem termelne ezen a ponton. Ja. És nagyon sok pénze van még. Jó, hát igazán mindegyettőknek van pénze. És viszont az az SCV transfer az mondjuk elárulja, hogy hol van a bázis. Új, és a tankok oda mennek az SCV-hez. Nincsen komszot. De a harmadikon van. Na most észrevette a bázis. Na most azt oda kéne hidra, azokat a hidrákat küldeni balra. Hát... Nem, hát... Jó, hát... Na... Nincs hány góliát van? Nincs. Most mutákat venni. Két góliát van a mainbe. Nem három. De... Hát, na, ezt a tankot meghalt. Most venne! El kell költeni a pénzt! Júj. Ez nagyon érdekes meccs. El kell küldeni a pénzt, vedd meg a mutákat, könyörgöm, vedd meg a mutákat. Nem veszem a mutákat. Hidrákat vesz. Az a bajosra három. Igen, de nincs légvédelem a Terrannál ezen a ponton. Ja. Könyörgöm. És most le fog menni a meccsre le. De bár mondjuk gondolom hamarosan hazahúzza a... És lemegy a CC. Azokat... Most a Terran termelését kéne támadni egyébként. Ja. Mutát vegyél, könyörgöm, nagyon sok pénzed van, vegyél mutát. Jaj, hát ez most eliminációs lesz, úgyhogy az elknek Terran el tud repülni, az elk nem. Azt az egy tank, ott egy sérült tank. Radizott egységek meg halnak sorba. Sok pénze van. Ó, kivett a komszat is. A hive-ból a mainben vegye, is vehetne mutat. Nem értem, miért nem jut eszébe muta. Annyi pénze van. És most az le fog halni az összes drón. Ha csak nem irányítja a hidrákat. El van aknázva. Ajaj. Utád. Ellentámadás. Lesz vagy mi lesz? Így van. Csak ráfut az aknára. Az nem jó. Jaj. Na, szívtak minimum range-et kihasználjuk. Az, hogy lövi. Így is lövi. Na, most ráfutni a hidrákkal, megölni a tankokat. Ez még hozható ez a meccs, azt gondolom. Az a három tank meghal. Nem lett volna jobb a lurkerekkel egyébként a bázisra bemenni és a dolgozókat leszedni? Azt a tankot szedjed, basszus! Na. De érted? Most elköltött a pénzét. GG! Azt a kurva élet. Az a három tank az volt a seregének a vége kb. Ez kemény volt, azt a mindenit. Ez hatalmas meccs volt, ez nagyon-nagyon érdekes és fordulatos meccs volt, ilyet ritkán látni. Igen, ez jó. Az utolsó lapra hagytak nekünk egy-két csemegét a srácok. Igen. Azt az M betűt miért nem találta meg, azt hiányolom, hogy a játék elején megtalálta a mutadisket. Ja. Utána ahogy lecsúsztottak ezzel a mut, pedig megvette a Spire, tehát volt rá. Tehát igen. Úgy tűnt, mintha készülne arra, hogy hidromutát vegyen. De amúgy így is nagyon, tehát hogy igazából szépen meglepte a Terrant ugye a oldalba támadással. Igen. Az a sokat kárt okozott, mint számítottam, és igazából erre ebből meg is nyerte végül. Nehezen. Jaja, nehézkesen, de megoldotta, úgyhogy ezzel tulajdonképpen a... Na mi van? A utolsó mérkőzésen fog eldőlni, hogy ki lesz ennek a csoportnak a továbbjutója. A végsőkig tart a küzdelem. Úgyhogy... Hát nem tudom, kíváncsian várom, hogy mi lesz, mert... Ugye láttuk már... Igen. Láttuk már ugye ezét. A Longinus-t, most... Sikerül-e a Zergnek saját malmára hajtani a... Hát a ő be dolgokat. Kell fejezni ugye, tehát most két meccset elvesztett, két meccset megnyert, de ja. Hát Most ki van lelkileg jobban egyben? Igen. Nem tudom, egymás után játszottak-e meccseket, de hogy... Ki lesz jobban koncentráltan
csinálni. Ez itt nagy kérdés most. Igen. De izgalmas döntőmeccsnek nézünk elébe. Az biztos is, és amint megtalálom a replayt... Na, mert hogy van replayem... Igen, ez egy kicsit... Nem nevezték át a replayeket, csak elküldték azért... Vagy átnevezték? Átnevezték, jó van, ügyesek no, voltak. Ezt én is átnevezem? Én is csináltam, hogy nem neveztem át, de igazából... Ja, hát nem ha tudtuk. Külön mappával teszed, akkor időrendi sorrendben vannak igazából, meg ja. Pályák ott vannak. Így van. Na, hát akkor nézzük, hogy mit tartogatnak még nekünk így a végére.